Tiszteltel és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetés címe Trump-Putin, vagy lesz -e az Amerikai Egyesült Államok a következő Szovjetunió? De még mielőtt ennek a kérdésnek a kifejtésével belekezdenék, egy szolgálati közlemény. Újra vetítik az Öntérkép című filmet, majd remélem legalábbis, hogy látjátok itt. Tehát fel lesz téve, mert ugye a gyerekeim, unokáim vágják majd össze, és akkor láthatjátok. Nem Budapesten. Ez nyilván azokat érint, akik ezt meg tudják oldani. Május 6-án Veszprémben kerülvetítésre, vetítésre az Öntérkép című film. Akik már látták, azok tudják, hogy hihetetlen, megrendítő, erejű, mondjuk az elmúlt három évtized leginkább megrendítő filmjéről van szó, amelynek műfaja lényegében meghatározhatatlan. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, én is abban a szerencsében részeltettem, hogy részese lehettem a film megalkotásának. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom, értelemszerűen azokat érint, akik tehát Veszprémben vagy Veszprém környékén laknak, de akár ha budapestiek is éppen arra felé járnak, itt majd látjátok, tehát május 6-án, szombaton lesz a vetítés ennek a filmnek. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy elég sajnálatos dolog, hogy Budapesten nem talált most már méltó helyre a film vetítése, eddig mindig az urániában az valóban egy méltó hely vetítették, most ez nem jött össze, remélhető, hogy így is számosan megnézik majd mindenkit, akinek erre lehetősége van. Búzítanék arra, hogy nézze meg a Öntérkép című Jelenzki István által rendezett filmet Váhűs 6-án Veszprémben. És akkor itt egy nagy lélegzetet kell vennem, mert az az igazság, hogy Eredetileg nem a világháborúval szerettem volna foglalkozni, noha azért az sem érdektelen, és remélem, hogy néhány percen belül azért eljutok annak a kifejtéséhez is, amit címként bemondtam, tehát Trump-Putin, vagy lesz-e az amerikai Egyesült Államok a következő Szovjetunió, de egy vallomással tartozom nektek, mert tényleg szerettem volna beszélni a pápa látogatásról, de valahogy végig úgy éreztem, hogy nagyon ünnepélyes és nagyon-nagyon sokféle üzenete van, csak valahogy nem... a oh, Istenem, szóval nehezen tudtam volna valóban őszintén elmondani mindazt, amit ezzel kapcsolatban átértem. Ami alapvetően jó, de azért sok, sok minden kavarog a, az emberben. Tehát nézzétek el, ez valamiféle intellektuális vagy szellemi bátortalanságból adódott, hogy hogy valahogy mégsem mertem ezzel foglalkozni, de annak nem tudok ellenállni, hogy a pápa egy mondatát, ne ajánljam a figyelmet, illetve nem egy mondat ez, bár egyetlen gondolat, talán három, három mondatba fűzve, ezt a Misén mondta el a, a Kossuth téren. Ezt azért engedjétek meg, hogy felolvassam. Őrá bízok minden magyart, a magyarok nagyasszonyára, akit királynőként és patrónaként hívtok segítségül. És innen, egy nagyszerű városból, és a nemes országból az ő szívére szeretném bízni az európai kontinens hitét és jövőjét, amelyre napokban sokat gondoltam, különösképpen a béke ügyét. Szent Szűz, tekints a különösen sokat szenvedő népekre, tekints a meggyötört ukrán és orosz népre, neked szentelt népeidre. Te, aki a béke királynője vagy, önst az emberek és népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút. Egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt, egy testvérekkel és nem ellenségekkel teli világot. Nagyon megragadott ez a néhány Mondat, és bármilyen különös, úgy érzem, hogy akár ha a pápa is az ember, és 87. évében jár, de azért ezeknek a mondatoknak a kimondásához most a szószoros értelmében halál megvető bátorság kellett minden tisztelet. Tehát a, az egyházfőnek, aki... Akinek volt bátorsága ezeket a gondolatokat megfogalmazni. Nekem viszont nem volt az egész kérdéskörrel sok minden belekeveredett volna. Például az, hogy a hit, a vallás és az egyház három különböző szintje annak a valaminek, ami örök az emberi létezésben és ez a valami a transzendens, tehát az, hogy az ember nem tud megszabadulni attól a végtelen vágytól, hogy átérezhesse azt, ami túl van rajta. De nem lehet elégszer hangsúlyozni, a hit, a vallás és az egyház, ez ugyanenne, ugyanennek a törekvésnek három különböző szintje. Az egyház már 200 év alatt is nagyon sokat változhat, gondoljatok bele abba, hogy mondjuk 1500 meg 1700 között a keresztény egyház hogyan változott drámaian és gyökeresen. A, a, a vallás, a keresztény vallás is, e, hát azért akárhogy is nézzük, vagy 2000 évvel ezelőtti keresztény a mai vallást, a még egyszer mondom, a keresztény vallásra nézne, vagy tekintene, ahogyan ma a keresztény vallás, Létezik, nem kell részleteznem, gyökeresen megváltozott a keresztény vallás is, 2000, igaz, egy nagyságrenddel nagyobb, az egyház már 200 év alatt is, ez 2000 év alatt, de a hit örök. A 20 évvel, hogy akkor egy újabb nagyságrendet mondjak, a 20 évvel ezelőtti emberben is ugyanúgy élt, mint a mai emberben a végtelen vágy, hogy valahogy átélje mindazt, ami az emberen túl létezik. És akkor még valami lassan az idő fele el is megy, és tudom, hogy ez már-már blaszfémia, meg abszurditás, de Vágó István halála kapcsán is, hát felmerült bennem néhány érzés és gondolat, és arra is gondoltam, hogy talán ezt is jó lenne megosztanom veletek, először is nyugodjék békében, és ezt a lehető legőszintébben és legmélyebb szeretettel mondom, még akkor is, hogyha tudjuk, amit tudunk. És engedjétek meg ennek, vagy engedjetek meg ennek kapcsán egy nagyon személyes, furcsa élményt. Jó néhány évvel ezelőtt volt, ez már nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor, az utcán összetalálkoztam azzal a Kornis Mihály íróval, akinek tulajdonítják azt a mondást ott a 90-es évek elején, hogy tudjatok róla, hogy mi sokkal jobban gyűlölünk benneteket, mint ahogy ti gyűlöltök minket. És bármilyen különös, én ehhez a Kornis Mihályhoz, akkor legszívesebben oda mentem volna, átöleltem volna, és azt mondtam volna neki, hogy testvérem vagy, és ennek oka van. És ez az ok az volt, hogy nem sokkal előtte megjelent egy írása a, kutya, a kutyája a halála kapcsán. És ez az írás valami elképesztő erővel mutatja meg azt, amit igazából a lelkünkben minnyáján érzünk, és amit tulajdonképpen a szentja is az iménti mondataimban kifejtett. Engedjétek meg, hogy ezt is hadd olvassam fel, ez így hangzik. A szeretetnek nincs oka, csak úgy van, és ha valóban van, kifogyhatatlan. Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz. Van ereje felülemelkedni a veszteségeken. E szerénység növeli az önbizalmát, és akinek van önbizalma, az nyugodt. Egyre többet képes belátni, átlátni és meglátni. Felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát könnyebb szeretnie, megengedni magának a mindent megbocsátás őrült luxusát. Köszönöm szépen, hogy ezt a részt, ez pont a fele, 10 perc. E, e, így próbáltam valahogy e, teljesen a belátom abszurd módon a pápa lenyűgöző, megrendítő mondatait, és Vágó István halála kapcsán Kornis Mihályhoz. Szóval, és, és, és akkor újra idézhetnénk azt, sokszor elmondtam már talán itt, Ebből a kaszinó című brutális amerikai filmnek a, az elején, mondja Robert De Niro a főszereplő, és különös, hogy ez egy hollywoodi filmben hangzik el, hogy különös lények vagyunk mi emberek, miközben pontosan tudjuk, hogy mire vágyunk egész életünk során, arra, hogy ölbevegyenek, megsimogassanak, hogy békében, nyugalomban, biztonságban és szeretetben éljünk. Ehhez képest egész életünk során egyebet sem teszünk, mint pervers mi magunk verjük szét azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tennék, hogy úgy éljünk, ahogyan szeretnénk. És akkor ezek után most térjünk rá mind arra, ami hát háborúnak látszik, de valójában abban is ugyanezek a kérdések örvénylenek, mint amit az előző, most már 11 percben megértők egyeitekbe ajánlottam. Trump és Biden, csak azért ezt is egy kicsit továbbítom, mert most már tényleg nem szeretnék visszaélni az időtökkel. Tehát Trump, mert ugye azért mindig készítek vázlatot magamnak, hogy nagyon ne fussak ki az időből, tehát ugye Trump és Biden egyaránt bejelentették a szándékukat, hogy indulnak a 2024-es választásokon, és ugyan a személyeknek nem igazán szokott jelentősége lenni, mondjuk az elmúlt 200 év során Amerikában aligha volt jelentősége, ugye mindig többnyire vagy elmúlt 100 évben a két nagy párt indított jelöltiket, volt néha alternatív jelölt, akinek semmiféle esélye. Nem volt, és nincs jelentősége a személyeknek, de most általában, de most azt hiszem, hogy lesz a személynek, a személyeknek is, annak ellenére, hogy persze még nem is biztos, hogy ők fognak megmérkőzni egymással, hiszen ez még csak az indulás bejelentése, és nem is biztos, hogy ők lesznek az elnökjelöltek, vagy csak ők lesznek elnök jelöltek, de ettől függetlenül a dolognak mégis történelmi tétje van, és ennek az alapvető oka az, és inkább arra szánnám a hátralévő időt, hogy újra megpróbáljam összefoglalni ezzel kapcsolatban azt az értelmezési keretet, ami abszolút nem biztos, hogy adekvát, ez egy hipotézis természetesen, nem nagyon hiszem, hogy van bárki az egyszerű, maga fajta egyszerű földi halandók között, akik ma hipotézisnél többet mindezek kapcsolatban meg tudnának fogalmazni, de ami a lényeg, itt az, hogy lassan azért eljutunk annak a felismeréséhez, hogy ahhoz, hogy egyáltalán sejtésünk legyen arról, hogy milyen világban élünk, a világnak, a világot irányító erőknek három szintjét kell legalább analitikusan megkülönböztetni egymástól. Az első szint az, ami teljesen áttekinthető, ez a nemzetállamok szintje, ez a látható politika világa. Ez is éppen elég bonyolult és komplex ahhoz, hogy az elemzése, a részletes, mi elemzése nagyon fontos volna, de tételezzük fel, hogy ez nagyjából átlátható, bár hogy ki kicsoda ebben, az azért szintén hihetetlenül izgalmas kérdéseket tenne fel, és a kérdések nagy részére valójában nincs válaszunk, de fogadjuk el, ez a leginkább átlátható szintje a világhatalom gyakor, egyáltalán a hatalomgyakorlásnak ebben a világban. Még a második szint, és valamennyire követhető ez a mindenkori világbirodalom, ami ugye 600 éve a portugálok egy rövid ideig, aztán a spanyolok, aztán a hollandok, a franciák, a britek, és most Amerika az, amelyik a világbirodalmi szintet megtestesíti, de mivel nem szabad erről beszélni, tehát ez már azért embargós, mindenki tudja, mondjuk nevezük nyílt titoknak, hogy, hogy lényegében birodalom, még a mainstream is használja a birodalom kifejezés, tehát a világbirodalom, amelyeket száz, amely száz évenként megbuknak, pontosabban megbuktatják őket, mert van egy harmadik típusú hatalmi réteg is, na ez az, ami viszont nem csak teljesen láthatatlan, hanem, és azért szoktam nem létezőnek tekinteni, mert eleve megbélyegzi azokat, összeesküvés elméletgyártással és vagy gyűlöletbeszéddel vádolja meg azokat, akik felmerik tételezni a létezését. Léteznie kell, mert számos jel utal arra, akár csak az elmúlt száz évből is, hogy a világ nem önszabályozó. Ha önszabályozó lenne, akkor minden véletlenül történne, ám az elmúlt száz év során olyan elképesztő pontossággal ismétlődnek bizonyos mintázatok, rás fraktál, önismétlő mintázat, ami kizárja annak a lehetőségét, hogy a világ valóban önszabályozó volna. Egyébként a világ komplexitása is kizárja ezt a lehetőséget, nem lenne képes önszerveződésre egy ilyen világ, erről sokszor beszéltünk. Azért kell, E három réteget. Még egyszer mondom, lehet, hogy nincs ebben igazam, de valami logikai rendben kellene ráteindülnünk a világra, és ez azért fontos ennek a három rétegnek a megkülönböztetése, mert ma gyakran találkozom olyan megfogalmazásokkal, hogy, hogy ilyen összeomlóban van ez a csúnya erő, de mikor ezt kifejti, akkor kiderül, hogy, hogy a második, tehát a világbirodalom szintjét, Amerikát, mint világbirodalmat, és ezt a bizonyos harmadik szintű, mond, nevezzük mondjuk birodalom kiválasztó főhatalomnak, ezt összekeveri már pedig nagyon nem kéne összekevernünk, mert igaz, valóban az amerikai világbirodalom van uh, elgyengülőben, sőt, agonizál, ez kétségtelen, de ebből nem csak, hogy nem következik az, hogy ez a harmadik típusú szint, a birodalom kiválasztó főhatalom, ez a valóban láthatatlan és nem létező idézőjelbe téve Hatalmi szint is elgyengülőben volna. Szó sincs róla, szerintem. Éppen ellenkezőleg, köszönöm szépen, nagyon jól van. Éppen most akar, vagy most készül eldobni az amerikai birodalmat is. Egyébként száz évenként azért dobja el ezeket a birodalmakat, mert három generáció, tehát száz év, három generáció az bőven elég ahhoz, hogy szellemileg teljesen ledarálják magukat a, az elitek élősködővé, elbizakodottá, önreflexió nélkülivé válnak, tehát lelki elkülső, szellemi értelembe véve tökéletesen alkalmatlanok már arra, hogy egy világbirodalmi rendszert működtessenek, ezért mindig új birodalomra van szükség. Nagy, valószín, nagy a valószínűsége annak is, hogy ez az új birodalom, ami szürreális a szószoros értelmében, tehát fölötte van minden realitásnak, ez minden ellenkező híreszteléssel szemben Kína lesz, egy olyan Kína, amiben szépen beleolvasztják Oroszországot, és létrejön a világtörténel legnagyobb olyan komplexuma, ami bőven alkalmas arra, hogy legalább száz évre világbirodalom legyen, sőt, sőt, mivel azért az alapját még is csak egy ezer éves birodalom, tehát Kína képezi, ezért még az sincs kizárva, hogy ez szellemileg nem rongyolódik szét száz év alatt, és akár hosszabb időn keresztül is létezhet. Tudom, tudom, ez már hipotézis a hipotézisben, szürreális és uh, politikai science fiction valóban, valóban az, de mivel a világ ma rohamos gyorsaság az általunk látható világ, rohamos gyorsasággal a káosz felé halad, ezért legalábbis nem szabad kizárnunk ennek a lehetőségét, és mivel uh, ez kétségtelen, az amerikai birodalom rohamosan gyengülőben van, szétesőben van, és nem akar eldobódni. Itt a dolog lényege az amerikai birodalmi elit, ezért életveszélyes helyzet kezd kialakulni. Valójában nagyon hasonló lehet a helyzet ahhoz, mint a Szovjetunió felbomlása idején. Ne felejtsük el, hogy ott is. Aztán kiderült, hogy nem igazán volt ez komoly, inkább valamiféle színjáték, vagy pancser munka, sose fogjuk megtudni, hogy hogy igazából mi is történt akkor, de ugye Gorbacsov már lényegében lebontotta a Szovjetuniót, és 90. augusztusában azért egy katonai pucsot kíséreltek meg ellene, ami aztán uh, ugyan megbukott, de ez hozta elő Bielcint, és nyírta ki végleg a, a Szovjetuniót, mint uh, konstrukciót. Bármilyen különös, miközben Trump valójában azt az erős embert próbálja eljátszani, és azért is hangsúlyozta többször, hogy ő bezzeg szót tudott érteni, és most is szót tudna érteni uh, Putinnal. Pedig Trump történelmi szerepe egyre inkább Gorbacsóvéhoz hasonlít. Vagyis, hogy békés úton le kellene bontani a, a birodalmat, és nem megvárni, amíg a birodalom összeomlik, és rázuhan a nemzetállam Amerikára, teljesen szétroncsolva az, vagy ami esetleg ennél is rosszabb, végső kétségbeesésében, mint sarokba szorított vadállat, és ennek azért számos jelét látjuk. Egy minden elsöprő atomháborúba rántja magával a sírba, hogy ha már én pusztulok, mint amerikai birodalom, akkor pusztuljon velem az egész világ is. Tehát bármilyen különösen is hangzik, és bármit is gondoljunk Donald Trumpról, a szószoros értelmében történelmi szerep vár rá. Talán nem is nagyon volt az elmúlt száz év történetében olyan személy, akire drámaibb történelmi feladat vált volna, mint Donald Trumpra. Az egy más kérdés, hogy ő ezzel mennyire van tisztában, nem vagyok biztos benne, hogy igazán tisztában van, de bármilyen különös, talán ennek másodlagos jelentősége van ő, ugyanis egy impulzív és intuitív személyiség, aki aki valószínűleg soha nem a tudatával ragadta meg a világ, az őt körülbelül világ és a világhoz való kapcsolatának folyamatait, hanem sokkal inkább az intuíciók, a sejtések, sugallatok szintjén, és kétségtelen, ha nem is tudja, akarja, meri ezt kifejteni, de érzi a feladat lényegét, és ami rendkívül lényeges, van egy olyan kommunikatív képessége, amivel ösztönösen ráérez arra, hogy a teljesen megvezetett amerikai népet hogyan is, hogyan lehetne néppel, hogyan lehetne valahogy megértetni ezt a lényeget, hogy Drága testvéreim, ha nem akarjátok, hogy a felettünk lévő nemzetállam, Amerika felett lévő birodalom egy atomháború poklába rántsa a világot, és vagy nem akarjuk azt, hogy az összeomló birodalom szétszúzza teljesen a nemzetállamot, amely szemben Kína mondjuk 2500 évével még 250 éve sem létezik, tehát egy patchwork, vagyis kezdettől fogva egy mesterséges konstrukció, ami azonnal szétesik, szétspriccel, hogyha a birodalom kemény ami karhatalmi abroncsai lehullanak róla. Tehát akárhogy is nézzük, Trump valóban történelmi szerepet játszhat el akkor, hogyha újra elnök lesz, és képes lesz ezt a narratívát, ami ezt a hihetetlenül komplex ma még teljesen politikai science fictionnek látszó összefüggést valamilyen módon részben a nemzetállam Amerika választópolgárai, részben pedig az egész világ számára olyan narratívával, olyan elbeszélési móddal világossá tenni, ami esélyt ad a túlélésre. Bocsássatok meg, hogy ez a mai naplóbejegyzés az átlagosnál is hát névileg fésületlennek bizonyul. Hat talán sikerült mint azt áthoznom, ebben persze mindig reménykedem, amit megértők be szerettem volna ajánlani. Köszönöm szépen a figyelmet!